elnöke, aki korábban felszólalt már az oltatlanok kártérítésének ügyében, és foglalkozott a postai dolgozók jelenlegi állapotával is, másrészt szóvá tette a munkanélküliség folyamatos növekedését. Javaslataink közül a kormány egyet sem vett figyelembe, ezek között nem törölték el a rendszerhasználati díjat, illetve rezsizámlák áfáját sem. Ezért szeretném színpadra szólítani a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének elnökét, Lantos Jánost. Fejtse ki véleményét! Kedves magyar testvéreim! Talán még emlékeztek rá, hogy a múlt hét folyamán Orbán Viktor a parlament falai között azt mondta, hogy az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája jó, és ami jó, azt nem megszüntetni, hanem folytatni kell. A valóság teljes meg nem értése, vagy a cinizmus mondatta ezt vele? Nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, és látjuk, hogy egyre inkább látni már Magyarországon olyan álláshirdetéseket, amelyek úgy szólnak, hogy mongol vagy filippino nyelvtudással keresünk könnyű fizikai munkára jelentkezőket. Szerintetek mennyire életszerű ez? Nyilvánvalóan semennyire, ugyanis már régen megvannak a jelentkezők erre, ezekre a munkakörökre, amelynek az az oka, hogy a kormány a nyár folyamán egy rendelettel gyakorlatilag tágra nyitotta az ország kapuit a harmadik világból érkező munkavállalók számára. Munkavállalási engedély nélkül jöhetnek. Nem meglepő, hogy a multik kaptak is az alkalmon, és gyakorlatilag szisztematikusan elkezdték lecserélni a magyar munkaerőt, és letörni a béreket. De hát maga Parrag László mondta, hogy neki van bátorsága kimondani azt, amit másnak nincs, hogy az olcsó munkaerőben rejlik a mi erőnk. Én azt gondolom, hogy ide vezetett az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája, és föltehetjük a kérdést, hogy ez volna a jó irány? Nyilvánvalóan nem. Érdekelne minket továbbá az is, hogy Orbán Viktor az elmúlt hónapokban miért fogta be szemeit és füleit a Mi Hazánk válságkezelési javaslataira. Nem fontolt meg gyakorlatilag egyet sem. És így valójában az a helyzet állt elő, hogy egy olyan tél következik a magyar társadalom és a magyar dolgozók számára, no nem az ő számukra, amelyre már emberemlékezet óta nem volt példa. Ezért vagyunk itt az utcán, de nem csak itt Budapesten, hanem hetek óta országszerte tüntetünk, útlezárásokat tartunk, hogy nyomást gyakoroljunk, kiharcoljuk, hogy ne a magyarokkal fizettessék meg a mesterséges válság árát, mert ez nem az ő hibájuk. Fizessenek a károkozók, fizessenek a nyerészkedők, fizessenek a globalista spekulánsok! Követeltük, hogy adóztassák meg a multikat, a nagy tech cégeket, például a Facebookot, az oligarchákat. Követeltük azt is, hogy csökkentsék a rendszerhasználati díjat és a rezsiszámla áfáját. Bár mai fejlemény, hogy bejelentették, a rendszerhasználati díj nem emelkedhet, ezt részsikerként ugyan értékelhetjük, de ez még messze nem elegendő. Mert azt látjuk mégiscsak kibontakozni az elmúlt hónapokban, hogy kapkodás folyik, és legfőképpen szemfényvesztés. Gondoljunk csak az egyébként Orbán Viktor által is megszavazott szankciókról szóló nemzeti konzultációkra. A vicc az egész. A Mi Hazánk mozgalom viszont merőben más. Kiáltványunkban nemrégiben megfogalmaztunk három alappillért, amely úgy szól, hogy önrendelkezés, nemzetvédelem és létbiztonság. Na most nézzük meg, hogy a kormány hogyan viszonyul ezekhez a fogalmakhoz. Önrendelkezés helyett gyakorlatilag kiszolgáltatja az országot a globális nagytőkének, létbiztonság helyett egzisztenciális válság, és no-go-zónák alakulnak ki hazánkban, nemzetvédelem helyett pedig gyakorlatilag a kommunikációs térben folytat egyfajta álháborút, de a tettei egészen mást mutatnak. És én megfogalmaznám nagyon sokunk kérdéseit, hogy innen, a Sándor palotából vajon látszik-e az számukra, hogy egy magyar dolgozónak milyen mindennapi gondokkal kell ma megküzdenie,
hogy gyakorlatilag semmit nem ér már a fizetése? Vagy látszik-e az, hogyha valamiféle joghátrány éri munkahelyén, akkor nem is nagyon tud hová fordulni, hiszen a szakszervezetiséget gyakorlatilag szétverték az elmúlt 12 évben. És talán a legfontosabb, hogy amikor bejelentenek egy-egy újabb, grandiózus támogatási csomagot, sok milliárd forintot egy-egy multi, egy autógyár számára, akkor vajon felmerül-e bennük, hogy az ország számos pontján a magyar dolgozók szenvednek és lelkileg megnyomorodnak? Alig, ha merül fel bennük, őket ez nem érdekli. Mi viszont gondoljunk rájuk, sőt, tisztelegjünk azon magyar dolgozók előtt, akik a vállukon viszik ezt az országot. Rendőrök, tűzoltók, katonák, pedagógusok, postások, buszsofőrök, mozdonyvezetők, magyar kis és közepes vállalkozások, és tényleg hosszasan tudnám folytatni a sort, mindenkire gondolok. Viszont abnormális az a rendszer, amelyik bennük nem lát mást, mint úgynevezett modern kifejezéssel élve humán erőforrást, akiket ki kell sajtolni, és aztán fizetés címszó alatt odadobni nekik valamiféle alamizsnát. Belátható, hogy egy ilyen ország nem lehet boldog, és nem kecsegtet szebb jövővel. Nem is véletlen, hogy több százezer magyar honfitársunk hagyta el az országot, őket viszont haza kell hozni, a multikat meg rá kell bírni arra, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést adják meg, amit megkap például egy osztrák, német vagy francia dolgozó, mert a magyar dolgozó munkája, de legfőképpen a magyar dolgozó nem alávalóbb senkinél sem. Nagyon fontos rámutatnunk egy problémára, főként innen, az utcáról, az utcákról, ahol vagyunk az elmúlt hetekben, hogy azért vagyunk itt, mert mi kizárólag a magyarok pártja vagyunk. Minket más nem érdekel. És azért kell innen megfogalmaznunk egy óriási veszélyt, mert azt látjuk, hogy a balliberálisok, akik globalista ügynökök gyakorlatilag amerikai pénzeken felforgató tevékenységet folytatnak, és félreviszik a magyarok jogos igényeit, ez óriási veszély. Mert történelmünkből már tudjuk, hogy tőlük mire számíthatunk, hogy mire számíthat hazánk tőlük, nem másra, mint halálra és pusztulásra. Ezért meg kell húznunk nagyon élesen a határvonalakat, hogy hol húzódik a törésvonal, de ez már régen nem a jobb vagy baloldalinak mondott oldal között van, közpolitikai szinten, ugyanis látjuk, hogy az elmúlt 30 évben mind a két oldal szolgai módon szolgálta ki a multikat, a globális nagytőkét, fontos nemzetstratégiai kérdésekben ugyanazt képviselte. Ma, 2022-ben a fő törésvonal a népi erők és a néppel szembehelyezkedő erők között húzódik, és a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen valódi népi alapon szerveződő mozgalom, a magyar nép tagjaiból kerülnek ki tagjai, ti is a magyar nép tagjai vagytok, belőletek áll a Mi Hazánk, mert mi és ti egyek vagyunk, ezért definiáljuk magunkat nemzeti ellenzéki pártként, és én nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és velünk tartotok, itt Budapesten és országszerte, de arra kérlek titeket, hogy ne álljunk meg itt, menjünk tovább, mert így tud erősödni a nemzeti ellenállás, és én a csüggedés és az apátia helyett kizárólag innen a harc szellemét tudom nektek továbbítani, ne hagyjuk magunkat! Gyertek tovább velünk jelszavaink szellemében, önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem, és vezessen minket egy olyan idea, amely elvezet minket egy olyan országhoz, ahol tényleg munkaalapú társadalom honol, ahol a magyar dolgozó az első, ahol gyakorlatilag a magyar nép kormányoz. Igen, mert kormányoznunk kell ezt az országot, hogy megvalósíthassuk elképzeléseinket, eszméinket, és én tudom, hogy hosszú és rögös az út még odáig, de azt is tudom, hogy ti is hisztek ebben, hogy ez megtörténhet, úgyhogy erre a küzdelemre szólítalak titeket, és várunk sorainkba minden tetrekész, bátor, magyar hazafit,
menjünk tovább előre egy boldogabb Magyarországért. Fel a győzelemre! Köszönöm!